Igen. Jó reggelt. Jó reggelt kívánok. Azt árulja el nekem, hogy az tényleg egy normális állapot, hogy az ember a kampány időszakban gyakorlatilag más életet él, mint egyébként? Miért gondolja más életet? Hát azért, mert az ön hétköznapjai azok nem úgy telnek, hogy ennyit lenne abban a választói körzetben, amelynek a kegyét szeretne, vagy nem a kegyét, hanem a szavazóit szeretné elnyerni. Ne gondoljon bele semmi olyasmibe, ami dehonestáló vagy negatív lenne. Egyszerűen nézem a Facebook oldalát, tudja, hogy ugye, minten ismerem a családját, ugye a családját is képviselem, anélkül, hogy erre felhatalmazásom lenne, hogy Tibor valamikor hosszabban is itthon lesz-e, gyakorlatilag egy lakóbusztal kéne közlekedni, mert a családja ott van, és gyakorlatilag hozzájuk tér vissza, és akkor egyáltalán nem kéne a közlekedésre költenie. Ez igaz, de egyébként ez csak hogy van? Ez így van évközben is. Nem teljesen más az életem, intenzívebb most, de ez július óta, amióta a választókerületi elnöke vagyok ennek a választókerületnek, azóta hetente kétszer. Jól beszél, én a kampányidőszakot én azóta számolom, tehát nem klasszikus mértékben. Ja, értem. Hát ez nem más élet, ez most egy más munka. De ez ugyanígy lesz, április 3-a után is, ha sikerül, és megválasztanak, akkor ez ugyanígy lesz. Hát, mint ahogyan Veszprém is ugyanígy mindennapos elfoglaltság, az Észak-Dunántúl is mindennapos elfoglaltság, hát ez ilyen utazó munka, nekem legalábbis utazó munka. És vannak közben persze az egyetemi elkötelezettségek, aminek szintén megvan a maguk helye, csak hát az a Facebookon nem nagyon jelenik meg, mert nem hiszem, hogy az annyira érdekel az embereket. Nem akarok félreérthető lenni, ugye szóba került, hogy elmegyek Vácra, és ha már elmegyek Vácra, akkor ott van a Bödöcsnek ma két előadása is, de egyikre sincs jegy. És én azon gondolkodtam, hogy ezek egy-másfél, talán két órás előadások, abból hogyan tud egy stand-up egyedül, jó, van egy előkéje, az nem tudom, kicsoda, elfelejtettem, bocsánatot kérek érte, hogy az ember hogyan tud két ilyet lebonyolítani, és mindig eszembe jut az, amikor híres rockstárok a kedvenc slágerei kapcsán arról beszélnek, hogy amikor azt előadják, és a nép tombol, akkor ők azt időnként mennyire unják, mert már 60 ezredszer adják elő. Az ahányszor és amilyen módon ön fórumokat tart, ahhoz egy olyan belső égésre van szükség, amit az egyszerű hétköznapok, ezt a tévedés minimális, maximális kockázat között mondom, az ember nem bír, de nem azért, mert a Navracsics is gyenge, hanem azért, mert az ember energiái végesek. De én mindig így éltem az életemet, vagy mindig így végeztem a munkámat. Ez nekem nem újdonság, csak eddig nem volt Facebookom, ami vannak olyan politikusok, akik egyfolytában azt hirdetik magukról, hogy mennyit dolgoznak. Én soha nem hirdettem magamról azt, hogy mennyit dolgozom, de amikor miniszter voltam, ez ugye azóta legendássá is vált, hétfőnként reggel 6:30 volt a hétindító értekezet a minisztériumban. Jó, de ennyi lakossági fórumon azért csak nem volt? De, mert esténként pedig lakossági fórumokon voltam. Hát egy politikus esténként lakossági fórumokon van, ha miniszter akkor is járja az országot. Meg fogom nézni majd április 3-a után is, hogy ennyi lakossági fórumon lesz. Nyilván nem fogok április 3-a után ennyi lakossági fórumot tartani, mert nem lesz kampány. De fogok ugyanúgy lakossági fórumokat tartani. Nem naponta kettőt, meg nem naponta, amikor egy képviselő... De nagyon jó, amit mond. Mi a különbség az április 3-ai előtti lakossági fórumok és az utána lévő lakossági fórumok között, miközben a témák száma nagy valószínűséggel nem csökken és nem nő pregnánsan? Hát az én esetemben, ha engem kérdez, akkor az, hogy én ebben a választókerületben új fiú vagyok. Aha. Nem én most egy intenzív ismerkedés? Így van. Én minden több helyre szeretnék elmenni, hogy senki nem mondhassa azt, hogy nem is volt esélye arra, hogy találkozzon vele. Igen. Ha megválasztanak, az egy másik, hogy képviselő lesznek, akkor is lesznek meghatározott időszakonként alkalmak, amikor tudnak velem találkozni az emberek, de akkor már képviselőként az is dolgom lesz, hogy Budapesten, nem tudom, Veszprémben, ahol éppen eldőlnek a választókerület dolgai, ott képviseljen a választókerületet. Olyankor értelemszerűen nem tudok ott lenni.
Ha én lennék a miniszterelnök, vagy én lennék a pártja elnök, és azt mondanám, hogy Tiborkám, én tudom, hogy te ott Veszprémben vagy Honos, de éppen azt a tehetségedet, ami van, azt szeretném kihasználni, én most elküldelek téged Heves megyébe. Akkor Heves megyében ugyanezt csinálta volna? Nem. Nem. Mint ahogy volt korábban is, tehát még az előző időszakban, amikor miniszter voltam, és a mostani időszakban is volt olyan, hogy szóba került olyan választókerület, amire kapásból azt mondtam, hogy nem, mert semmi kötődésem. Nekem fontos az, hogy valamilyen személyes kötődésem legyen az adott választókerülethez. Ha nincs kötődésem, akkor az, ha érzelmileg nem gondolom, hogy ez... És volt ilyen egyébként, volt ilyen felkérés? Persze, ezt mondtam, igen. Korábban is volt, 12 körül is volt már, és most is volt, tavaly is volt, igen. Tehát ezt ön kérte, vagy ön választotta? Nem, erre mondtam igen. Mert hogy több is szerepelt? Tehát többet igen. Felajánlottak? Igen. És ön értette a többit? Hogy érti, hogy értettem el a többit? Hát, hogy ön egy tenor, és akkor én felajánlok önnek basszus, és tudom is én egyéb szerepeket, és azt mondja nekem, hogy de hát Fiala, én tenor vagyok, én ezt nem tudom elénekelni. Volt olyan választókerület, ami hogy durván fogalmazok, nem érdekelt, tehát kapásból azt mondtam, hogy nem, köszönöm. Volt olyan választókerület, amiről úgy éreztem, hogy technikailag meg tudnám csinálni, de érzelmileg nem. De foglalkoztatta az, hogy aki felajánlotta, az miért tette ezt meg? Vagy nem akart az ő fejével gondolkodni? Nem foglalkoztatott, de úgy gondoltam, hogy erre talál mást is. De ha jól értem, őre egy őre szabott ruha van, nevezetesen ez. Legfeljebb lehetne Veszprémnek egy másik országgyűlési területe, mert ott talán Veszprémben több is van ilyen. Tehát, hát Veszprém megyében van 4, ugye választókerület, azt tudnám mondani, hogy igen, tehát Veszprém megyén kívüli választókerületben nem is gondolkodtam, és nem is jöhet szóba. Szóba jött, de nem jöhet szóba. Veszprém megyén belüli választókerületek között ott van olyan, amire még azt mondtam volna. Éppen azért, mert szerencsés vagyok, mert a családom gyakorlatilag, a családom története és az én élettörténetem is az egész Balatont körbeöleli. Tehát érdekeltek vagyunk tulajdonképpen a Balaton minden jelentősebb régiójában valahogy. Északi part, déli part, keleti medence. De jelentőség volt, hogy Veszprém megyében kapcsolatban egy körzet volt. De nem szeretném ezt elmondani. Jó. Tehát volt ilyen volt több lehetőség. Az, hogy én ezt választottam ki, abban nagyon sok minden szerepet játszott. Egyrészt egy nagyon nehéz feladat, és ezért, ha úgy tetszik, szakmailag érdekelt, ha lehet ilyet mondani. Másrészt van egy erős kötődésem, családi kötődésem a térséghez. Harmadrészt egy gyönyörű térség, ez sokat számít, hogy az ember, amikor oda megy, nem csúnya, ez kétségtelen. Igen, és meg egy nagyon, igen, minden, sok szempontból, tehát ez érdekel. Hol tart? A kampányban? Hát, ha ez kampány. Hát ez kampány? Hát a kampányban ott tartok, azt hiszem, ahol 2,5 héttel a kampány vége előtt tartani kell. Jelentős részét a... De mi az, amit még nem csinált meg? Még meg kell fejeznem a lakossági fórumok sorozatát, van egy-kettő még, ahol... Ahol nem járt? Ott is már jártam, csak lakossági fórumként nem jártam, vagy újra nem jártam, a kampányban nem jártam. Ma például Szigligeten leszek este, Szigligeten is jártam már többször, de most lakosság, most a választási kampány részeként megyek oda. Vannak még rendezvények, de most már jó részt, ez mindig azt szoktam mondani, az utolsó 3 hét az általában már olyan, amikor úgy már akkora a zaj, vagy akkora szokott lenni a zaj, most egy kicsit azért szerintem ez csendesebb ez a kampány, de akkora szokott lenni a zaj, hogy új dolgot már nem nagyon lehet az embernek eljuttatni a választókhoz, hanem most már végig kell csinálni. Ahogy ezt szokták mondani, önön már nem múlik, hogy mi lesz az eredmény? Hát azaz, most még igen, mert még van 3 hét, elkövettek egy orbitális hibát, és akkor múlhat rajtam, de az a célom, hogy április 3-án este urnazáráskor, akármi is lesz az eredmény, én azt tudjam mondani, hogy
Én a magam részéről mindent megtettem. Oké, én nem vagyok politikai jellemző, ez már kiderült a műsor legelején, sőt, ha lettem volna, akkor most megtagadnám magam. Ha nyer, tételezzük fel, akkor ön nyer, vagy a Fidesz? Hát ezt meglátjuk az eredményből. Ez az eredménytől is függ. Ezt ha nem én... értem. Ha hát, ön nyer... Igen, mondom. Ha megengedi, akkor persze. Van ugye egyéni eredmény, és van listás eredmény. Ha én nyerek, de lényegesen rosszabb eredményt érek el, mint a Fidesz lista, akkor azt tudjuk mondani, hogy a Fidesz nyer. És én, engem behúzott a Fidesz. Ha úgy nyerek, hogy én érek el több szavazatot, vagy én kapok több szavazatot, mint a lista, akkor azt tudjuk mondani, hogy akkor én nyertem, és húztam magammal a Fidesz. Látja, ez egy olyan szempont, ami nekem eszembe se jutott. Ezt most elmondanám még egyszer, mert nem értem. Hát, tehát ön egyéniben nyer, de ezzel együtt, ha a listás eredmény jobb, akkor a Fidesz nyer, és nem ön? Hát igen, tulajdonképpen igen. Akkor ez azt jelenti, hogy az emberek nagyon kedvelik a Fideszt abban a választókerületben, jobban kedvelik a Fideszt, mint engem. Van ilyen, hogy a jelölt rosszabb... Tehát nem elég, hogy... Tehát gyakorlatilag ennek az egybevetése adja meg azt a választ, amit én kérdeztem öntől önmagában, hogy nyert, számomra az nem elegendő. Igen. Számomra igen. Aha, nem, most már értem. Most már értem. De látja, ez nekem eszembe se jutott. Hát a szignifikáns különbség. Nyilván, hogyha 20 szavazat különbség van, akkor abban azért nem lehet ilyen messze menő következő. És ön ezt foglalkoztatja, amiről beszélünk? Hát persze, hát én Veszprémben, a veszprémi választókerületben 10-ben is és 14-ben is én jobb eredményt értem el, mint a Fidesz lista. Ezt egyébként később az emberrel szemben éreztetik, tehát ettől erősebb lesz a csapaton igen. Belül? Persze. Uh-huh. Többek között azért kértek szól erre a választókerületre, mert úgy gondolják, vagy a korábbi teljesítményem alapján úgy gondolják, hogy nekem elvileg potenciálisan megvan az a képességem, hogy több szavazó szavazzon rám, mint ahányan a Fidesz listára szavaznak. Az elkötelezett Fidesz szavazókon túl szavaznak rám egyéniben más pártok szavazói is. Ez ebben az esetben nem tudom, hogy így lesz, meglátjuk április 3-án este. De 10-ben és 14-ben ez így volt Veszprémben. Uh-huh. De az egy más történet azért Veszprémben. Igen, az egy kicsit más történet, mint ez most. Ez egy nehezebb, nekem is, személy szerint is nehezebb történet. Mert? Hát egyrészt, mert ebben a választókerületben mondom, én nyár óta jelentem csak meg, uh-huh. Tehát sokkal nehezebb személyes kötődéseket kialakítani. Másrészt pedig ebben a választókerületben azt látom, hogy sokkal Veszprémben, a veszprémi választókerületben elég sok középen álló választópolgár volt, aki szemét néz, aki ügyeket néz, és nem kötelezi el magát előre. Itt ebben a választókerületben jól beásott lövészárkokat látok, főleg az ellenzéki oldalon, ahonnan azért árad a gyűlölet, az elég szépen. De ez egy más hangulatú választókerület, meglátjuk. A gyűlöletet ő meg tudja különböztetni a jobboldali gyűlöletet a baloldalitól? Nem, mert mind a kettő navracsicskázik, meg nem tudom, meg kotródjak innen, meg nem tudom. Ezt baloldali jobboldali egyaránt írhatja. Ez nem ideológia függ. Nem én ezt értem, de azt kérdezem, hogy egyébként látja, hogy ilyen gyűlölet a másik oldalon, ha tetszik, az ön oldalán is van, miközben nem gondolnám ön oldal és nem ön oldalnak. Biztos van, de ez engem nem hogy ezzel én ritkábban találkozom. Értem, csak azzal kapcsolatban is az ember felszólal, tehát én tisztában vagyok azzal, hogy nincs olyan, hogy független, meg semleges, mert valaki mindenféleképpen valahogy húz, de hogy füle és szeme legyen arra, hogy a két parton, ami között van, vagy amihez ő kevésbé tartozik, ott is meglássa a másik szemében a gerendát, az nem egy utolsó képesség. Persze, de én most nem, tehát én egyszerűen csak a két választókerület eltérő karakteréről beszéltem. Értem. Azt mondtam csak el, nem elítéltem a mostani választókerületet. De nem értettem. Csak azt mondtam, hogy az egyéniben azért nehezebb itt nekem most több szavazatot szereznem, mert azt látom, hogy jól beállt ideológiai pozíciók vannak, jó. És a másik megnyilvánul oldal, ez kell... a gyűlölet ön irányában. Szóba áll-e a gyűlölködővel? Kezd-e valamit a gyűlölködésével, vagy mint az Arany János leporolja, félreáll, és megy tovább?
Hát személyesen még nem találkoztam ilyen gyűlölködővel. Ezek általában a Facebookon, meg egyéb üzenetek formájában jutnak el hozzám. Ha találkoznék, akkor valószínűleg leforolnám, és a ruhámat is félreállni. Tehát nem vitatkozna vele? Hát egy gyűlölettel mit lehet? Ha ellenérvei vannak, azzal vitatkoznék, de hogyha ilyen takarodj innen köcsög, akkor azzal most mit jutok, nem vagyok köcsög. Minden ember nem a takarodj innen tehát a mögött is ott van az értelem, csak meg kell találni. Vagy meg kell tudni várni. Hát de én meg nem akarok a nemzet pszichoanalitikusa lenni. Rendben van, arra ott vagyok én, tehát ez... Igen. De járhatnánk bárban is. Ez a munka megosztás között. Igen. Az az ön döntés, hogy a listán nincs? Igen. Lehet erről ez... beszéltünk még korábban. Tudom, igen. tudom, de vissza-visszatér. És utólag is úgy látja, hogy ez egy jó döntés volt. Abszolút, igen. Főleg azok után, hogy Lázár János bejelentette, hogy ő a maga részéről pedig ugyanott van a listán, de nem veszi át a mandátumot, még harcostársra is találtam, mondhatnám. Ennek van jelentősége? Az én szempontomból? Igen. Nekem van. Igen. Annak is, hogy János ezt mondta, meg én azt érzem, ebben lehet, hogy teljesen hamis a helyzet felfogásában, nem beszéltem erről vele, de én azt értem, hogy ugyanazt gondoljuk erről a dologból. Most én ezt értem, de teszem azt most már másodszor, én vagyok a csapatkapitány, és azt mondom, hogy Tiborkám vagy Jánoskám, én nem tudlak benneteket nélkülözni. Hogyha a veszprémiek vagy a Csongrád megyében a szavazók nem voltak elég bölcsek, akkor nekem kell biztosítanom azt, hogy a csapatomhoz tartozatok. Én értem, hogy ti vigéckedtek, de értsétek meg, hogy nekem a vigéckedésen túl szakemberekre is szükségem van, olyanokra, mint rátok. Ha tetszik, ha nem tetszik, rajta lesz a listán. Ez nem egy világtól elszabadult szempont. Nem, de Magyarországon nem szükségszerű megoldás, mert kormányzati pozíciót úgy is be lehet tölteni adott esetben, hogy az ember nem országgyűlési képviselő. Tehát valóban így van. De van jelentőség a frakciónak is? Hát ha azt mondják, hogy a törvényalkotásban van szükség ránk, és az országgyűlésben is a frakcióban, akkor igen, akkor ez egy teljesen legitim álláspont, akkor azt mondanám, hogy várjunk még egy-két választást, amíg már úgy érzem, hogy én is úgy érzem, hogy szükség van rá. Ezt most nem érzem. Rendben tehát van. Én most azt érzem, hogy én meg akarom mérni azt, hogy szükség van rá. Én értem. Kijött a legény a Navracsicsból. Meglöki a Vidámparkban azt az izét, hogy akkor segbe tudja, tehát fel tudja olyan magasra juttatni, ami csak a legerősebbek tudnak. Megértem, és én ezt egyáltalán, tehát én ezt pozitív szemmel látom. Ha nem félreérthető, akkor hajrá. Azt kérdezem öntől, hogy leírná-e nekem, hogy mi az alapvető különbség a Navracsics igazságügyminiszter, vagy bonyolult nevű miniszter és képviselő, és a bonyolult nevű miniszter és nem képviselő státusz között. Hiszen ön utalt arra, hogy valaki igen. státuszt vagy stallumot kaphat képviselőségtől függetlenül is. Igen. Mi a különbség? Alkotmányjogilag semmi. Politikailag van szerintem, aki nem országgyűlési képviselőminiszter, az jó eséllyel a pártban nem rendelkezik erős politikai háttérrel, mert ugye azért mégis az országgyűlési képviselőség ad az embernek egy politikai hátteret. Az egy olyan stallum, ami a pártban... Azt az ember érzékeli? Hát persze, hogy valaki egyéni választókerületi képviselő, például, teszem azt, akkor ugye az egy saját jogon kivívott részvétel a politikában. Tehát onnantól kezdve, ha véleménye van, akkor és hivatkoz, azt mondják, hogy téged kizárunk. Oké, azt kérdezem, hogy ennek következtében az egy világtól elszakadt gondolat, hogy ahogy egyébként úgy döntöttek a Fideszben, hogy szétválasztják a polgármesterséget és az országgyűlési képviselőséget, mondhat-e ilyet, vagy volna értelme, mert mondhatnám, én nem mondhatna, de volna értelme annak, hogy azt mondja a miniszterelnök, hogy márpedig len státustallumot innentől kezdve csak képviselő, vagy csak nem képviselő elő fog kapni, tehát persze. Vegyes befűt nem lesz, vagy ilyen lesz, vagy olyan lesz. Volna persze. Ennek értelme, vagy ez itt most egy... Lehetőség van rá. Ugye van olyan ország, Nagy-Britannia, ahol parlamenti képviselőnek kell lennie
ahhoz, hogy valaki kormánytag legyen. És mi a logika? Országok, mi az egyikben hát, és a másikban a logika? Parlamentáris kormányzás van. A brit parlamentáris kormányzás logikája az, hogy a parlamentnek van kormánya. Ugye ott úgy alakult, úgy a parlamentáris kormányzás az gyakorlatilag történelmileg úgy alakult ki, hogy a kormány fokozatosan nőtt ki a parlamentből és önállósodott, de ugye többségét tekintve most is oda kötődik a parlamenthez. Ebből adódóan a brit szokásjog megköveteli azt, hogy csak az lehet kormánytag, aki általában az alsóháznak, ritkább esetben a felsőháznak tagja. Van olyan ország, ahol összeférhetetlen a kormánytagság és a parlament képviselőség. Hát például Franciaországban ilyen, de Horvátországban is ilyen. Le kell mondania. Vagy egészen fontosan, mivel ezek listás például a horvát az listás választási rendszer, ezért fel kell függesztenie a képviselőségét arra az időszakra. Oké, ennek mi a logikája? Ennek az a logikája, hogy a végrehajtó hatalmat és a törvényhozó hatalmat elválasztjuk egymástól. Ugye a brit rendszerben van egy olyan csapda, bár én ezt nem tartom csapdának, de nevezhetjük csapdának, és a magyar rendszernek is ezt sokszor a szemére hányják, hogy abból adódóan, hogy parlamenti képviselőnek kell lennie a kormánytagnak, ebből adódóan a kormány az gyakorlatilag a parlamenti többség egy kis létszámú leképeződése. Követhető vagyok? Igen, persze, figyelj. Igen, a miniszterelnök általában a pártelnök, nem pártelnök, aki, hanem leader of the party, a politikai vezetője a pártnak, aki mivel Nagy-Britanniában általában egypárti kormányok vannak, ebből adódóan a miniszterelnök, pártelnök, egyben a parlamenti többség, ugye a frakciófegyelem által a parlamenti többség irányítója is, következésképpen valójában a miniszterelnök maga alá gyűri az egész parlamentet, azáltal, hogy a kormányt irányítja a miniszterelnökként, ha már ilyen tudományos ismeretterjesztéssel foglalkozik, és hálás vagyok érte, akkor árulj el, hogy ez Angliában mióta van így? Hát ez az 1800-as évektől kezdve figyelhető meg, hát tulajdonképpen már az 1700-as évek elejétől, amikor a hang került trónra. Elnézést, elvitte a cica a hangját. Amikor? A Hannoveri dinasztia, aki most Windsor dinasztiának hívnak, ugye az első világháborúban angolosították a nevüket, mert elég rossz hangzása volt annak, hogy Hannoveri dinasztia, ami ugye a német eredetre utalt, és az első világháborúban nem volt annyira divatos, azért akkor Windsorra angolosították a nevüket, de amióta ők vannak trónon, azóta kezdett el kialakulni a miniszterelnök, illetve a miniszterek pozíciója a parlamentben, ők azok, akik a királyt képviselik a parlamentben, és körülbelül a 18. század vége, 19. század eleje óta kezdett szokásjoggá válni az, hogy a király a minisztereinek kinevezésénél figyelembe veszik a parlamenti többséget. Tehát ez egy ilyen 200 éve van. Oké. Okay. Mi kéne ahhoz, hogy ez változzon? Tehát milyen politikai mechanizmusnak kéne végbe mennie? Már mi változzon? Az, hogy parlamenti többséghez kötődik. Nem, hogy nem csak képviselő lehet miniszter. Ja, hát szóval hülyés lenne, hogy megváltoztatni az angolok, ezt én ezt értem, de... Ez náluk nem vetődik fel problémaként. De nem problémaként, ha ezt valaki egyébként... Ez csak... olyan, mint a keverőcsap hiánya. Jó, az európaiak így rácsodálkoznak. Rendben van. Szerintem ez a keverőcsap hiánya szintén be fog vonulni a történelemben, de rendben van, keverőcsap hiánya. Én vagyok Orbán Viktor, most már harmadszor. Ön nem nyer Veszprémben. Én mégis azt mondom, hogy Tiborkám, nekem szükségem van rád. El fog játszani a gondolattal, hogy elvállaljon egy pozíciót, vagy... Tehát, hogy a vereség... Én elgondolkozom el? Igen. Ez egy nehéz kérdés. Ezen még nem, és most nem tudok erre választ adni, mert ez nagyon nagy mértékben függ attól is, hogy az a vereség, amit akkor ezek szerint elszenvedek április 3-án, az milyen arányú, és én ezt hogy viselem. És ezt most nem tudom megmondani. Jó, magyarul április 3-a után az első beszélgetésünknél azért nagy valószínűséggel vagy öröm, vagy szomorúság lesz a hangjában,
közömbösnek... Vagy belenyugvás. Vagy belenyugvás. Igen, de... igen, vagy sztoikos derű. De hát igen, valahogy ezek az árnyalatok lesznek. Persze. Hát az ember nem tudja előre, hogy mennyire viseli meg egy választási vereséget. Hát ahogy ezt most itt felvezetik, és különösen az előző kérdésemre adott válaszából adódóan, azért ez most egy dobogós helyzetben lévő valami, amiből azért 12 egy tucat nem volt az elmúlt időben. Ugye én 2006-ban veszítettem utoljára választáson. Mondani, hogy fiatal ember voltam, és jól, akkor jól viseltem. Nekem most kutya kötelességem azt mondani, hogy most se öreg. Nagyon kedves, köszönöm szépen. És ön is jól néztük. Köszönöm. De hát nem tudom, tehát nem tudom, hogy ez az eltelt 16 év, az a lelkemet, lelki békémet mennyire változtatja meg esetleg. Ugye 10-ben és 14-ben győztem, 18-ban nem indultam. És nem tudom, oké, okay. És mi van akkor, és felvetődik-e az, hogy Stallumot azért nem kaphat, mert ön győz, a párt megveszít? Stallumot azért nem kaphatok, mert én győzöm, és a párt pedig... Hát matematikailag ez is előfordulhat, persze. Nem adok rá sok esélyt, de előfordulhat. Önnek az elköteleződése a választók körzete iránt nem attól függ, hogy a Fidesz győze vagy sem. Én ezt ugye jól érzem. Az én elkötelezettségem nem ettől függ. Attól viszont függ, hogy én győzök-e vagy nem, nyilvánvalóan. Én ezt értem, csak ugyanúgy fogja képviselni az ő érdeküket. Ja, persze. Tehát a választókerület érdekében, én nekem most az én választókerületem két legnagyobb települése, Ajka és Tapolca, mindegyike ellenzéki irányítású. Ajkát egy szocialista polgármester irányítja, Tapolcát egy jobbikos. És mind a kettőjükkel jó munkakapcsolatban vagyok. Annak idején azt olvastam a kalandregényekben, hogy ha nagy a vihar, a tenger, akkor olajat kell rá önteni, akkor még nem volt a környezetvédelmi szempontok, és akkor lenyugszik a tenger, ami ugye nem nagy kunsz, mert ugye az olaj az fajsóját tekintve ugye fönnmarad, és ennek következtében elcsitul a tenger. Van-e önnek víziója az ügyben, hogy az a gyűlölködés, ami most van, ami természetesen valaminek a következménye, az egyebek közt azért csökken, nem mondom, hogy megszűnik, de minőségileg változik, halkul el, tartalmát tekintve átalakul, mert a viszonyok ezt lehetővé teszik. Ön a saját életére vonatkozóan, amelynek a vége szinte biztos, hogy túl fog mutatni az én életemen, ez a természet rendje, örülök neki vagy sem, ez az ön életében, az ön véleménye szerint bekövetkezik-e még vagy sem. És ha igen, és ha nem, min múlik? Nagyon nehéz kérdés. Hát, én nem hiszem... A zaj most a legnagyobb? Vagy volt már ennél nagyobb korábban? Szerintem, az én emlékeim szerint 2002-ben nagyobb volt a zaj. Nem arról van szó, hogy az ukrajnai háború zaja elnyomja? Lehet. Ez lehet. Ezt látom a lakossági fórumokon is, hogy... más a hangulata a lakossági fórumoknak, amióta kitört a háború. Tehát részben mások a témák is, de más hangszerelésben kerülnek elő. Tehát a biztonság iránti vágy, a stabilitás iránti vágy, az most, én azt érzem, hogy most mindent visz. De nem lehet egy háború annak érdekében, hogy ebben érdemi változás legyen, így aztán a kérdés megmarad. Mi kéne hozzá? Én azt gondolom, részben biztos nem oldaná meg, de segítené a hangulatok csillapodását, hogyha a jólét, tehát egy nagyobb szintű jólét, talán egyenlő beloszlása a jólétnek, inkább így fogalmazom. Ez szerintem, hogyha nem az lenne az emberek érzése, hogy itt hiába dolgozik az ember, akkor sem boldogul, miközben a másik meg, nem tudom, nem dolgozik, és úgy is gazdag. Ha ez az érzés, ez nem lenne általános, akkor ez biztosan segítene. Én hiszek abban, hogy a műveltség, tehát én bár tudom, hogy ez nem fordítható át egyértelműen politikai terminológiára, de én még mindig hiszek abban, hogy egy műveltebb, magasabb szinten képzett nemzet
finomultabb politikai érvelésre nyitott, és az a kifinomultabb politikai érvelés pedig általában kevésbé durva hangnemű. Meg talán van ebben temperamentum is, mi azért az Ugocsa non-koronát, meg nem engedünk a 48-ból, meg a kompromisszumok általában, talán a történelmi traumák által a kompromisszumok alacsony értéke miatt nem becsüljük meg az egymás felé kinyújtott, sőt, az illik elrökni a békejogot, ez egy gyengeség jele, ugye a közfelfogás szerint mindkét oldalon. Amíg ez kulturális tényező, ez nem tudom, hogy megváltozik-e még a mi életünkben, ez nem gyorsan változik, ez nemzedékről nemzedékre. Azért szerintem itt nagyon nagy kulturális változások várhatók akkor, ami most már rövidesen be fog következni, amikor a 90 után született és felnőtt fiatalok tömegesen válnak majd választópolgárokká, és megjelennek a politikai, gazdasági, kulturális elitben is tömegesen. Mert az első vonalak már megjelennek, de amikor ez tömegessé válik, akkor azért szerintem lesz egy kulturális tolódás valamilyen irányba, egy másik irányba. Vajon nyár óta mostanáig hány kilométer tett bele az autójába? Hát körülbelül egy olyan 60 ezeret. Vigyázzon magára, meg a körzetére is, vagy leendő körzetére, vagy ahova megy, megfelelő rész aláhúzandó. Jövő héten folytatjuk. Köszönöm szépen, kellemes viszont hallásra.